Refi sikerek az országos versenyeken. Őszi kalászos bemutató Karcagon. Kapható a Magyar Málna. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 22-én 18 óra 5 perckor. Tóth Noémi és Birizló Csenge a karcagi Nagykun Református Általános Iskola két tanulója országos természetismereti versenyen képviselte az iskolát és városunkat. Az elért eredményekről, a versenyekről a résztvevők nyilatkoztak televíziónknak. Büszke két tanítványára Jobbágy Ildikó felkészítő tanár. Tanítványai a Kán Károly természet- és környezetismereti országos versenyen és a Herman Ottó Kárpát-medencei biológiai versenyen nagyszerű eredményeket értek el. A versenyek érdekessége, hogy mind a kettő Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt, a Kán Károly verseny Mezőtúron, a Herman Ottó verseny pedig Kisújszálláson. Az idén nagy öröm ért bennünket, hogy két országos versenyen képviselhettük megyénket. Az egyik a Kán Károly természet- és környezetismereti országos verseny, a másik pedig a Herman Ottó Kárpát-medencei biológiai verseny. És ugye tényleg nagy öröm, amikor ugye egy ilyen versenyre bejut az ember a diákjaival, különösen azért, mert mind a két versenynek a helyszíne a megyénkben van. Két városhoz kötődik, a Kán Károly az Mezőtúrhoz, a Herman Ottó pedig Kisújszálláshoz. És ugye ez egy teher is számunkra, mert ugye mi igyekszünk megfelelni, mert ugye szűkebb hazánk területén zajlik a verseny, és a verseny anyagban benne is van, ugye helyismeret, és ugye nem csak természet meg környezetismeretet tanulnak a gyerekek, hanem ugye a hazaszeretetre is neveli ezeket a gyerekeket. A nemzetközi versennyé vált Herman Ottó versenyt 28. alkalommal rendezték meg. A verseny elindítója dr. Tóth Albert, aki mindkét verseny szakmai munkáját is irányítja. 28. alkalommal rendezték meg a Herman Ottó versenyt. Hát ennek a versenynek az atya, elindítója és még mai szervezője dr. Tóth Albert tanár úr, aki lelkén viseli ugye a természet és környezet védelem oktatását, terjesztését, és ugye nélküle már el se tudjuk képzelni, ő az a Berci bácsi, akit úgy emlegetnek a gyerekek, és ő vezeti mind a két versenyen, a Kán Károlyon is, meg a Herman Ottó versenyen a terepgyakorlatot, ami abból áll, hogy reggel elindulnak 7:30-kor, és este 6-ig mennek, megismerkednek hazánk életközösségeivel, járnak vízparton, erdőben, szikes pusztán. Jobbágy Ildikó elmondta, hogy mind a két megmérettetésen több feladatot kellett teljesíteni a diákoknak, a természeti értékek mellett a néprajzi értékek is előtérbe kerültek. Mind a két verseny az ország legjobbjai közé tartozik, mert nem a tananyagra épül, hanem komplexebb tudást igényel a versenyzőktől. Ezért is értékesek a karcagi szép eredmények. Mind a két verseny szerintem az országban a legszínvonalasabb verseny, mert ezekre a versenyek, tehát a versenyeknek az anyaga nem a tananyag. A tananyagot azt alapból maximálisan kell ismerni a gyerekeknek, és mellette rengeteget kell hozzátanulni, például a Kán Károlynál 2 nemzeti park tudása, a Hermannál 10 nemzeti park tudása. Akkor akiknek a nevéhez fűződik ugye Kán Károly, aki az Alföld fásításában, ugye ő volt az elindítója, és a törvény alkotásában is szerepet játszott, mert ugye amikor Trianon után elcsatolták a területeket, ugye 80% az erdőségeinknek ugye elkerültek tőlünk, és ugye ezt a problémát meg kellett oldani. Tehát nem véletlenül választották ugye ezeknek a versenyeknek a névadóit. Herman Ottó pedig az utolsó polihisztorunk volt, aki nagyon sok tudományágban jeleskedett, és ugye ezért is mind a két verseny nagyon sok oldalú. Össze is számoltuk, hogy
olyan körülbelül 100 oldalt kell a gyerekeknek megtanulni. A természetbúvár folyóirat cikkeit is, és ugye azért is nehéz évről évre ezekre készülni, mert mindig újabb cikkek vannak, és újabbakat tanulunk. Ami marad, ugye az a nemzeti parkok, meg az életrajzok. A diákok mellett a felkészítő tanárok is sokat tanulhatnak a versenyen, amit akár a tananyagba is beépíthetnek. Tényleg nagyon nagy öröm számomra, amikor ide bejutunk, mert nem csak a gyerekek tanulnak, hanem mi is, nekünk is egy szakmai továbbképzés Belci bácsitól, tehát még a felhőket is megtanuljuk, hogy milyen típusú felhők vannak, és minden évben tud újat mondani számunkra. És tehát gyereknek, felnőttnek, diáknak, tehát ez egy nagy-nagy öröm, és sok ismeretet szerzünk. Tóth Noémi hetedikes tanuló, nagyon szereti a biológiát. Ő a Herman Otto biológia versenyen indult és harmadik helyet ért el, valamint megkapta Jász-Nagykun-Szolnok megye külön díját is. Elmondása szerint sokat készült a versenyre, ahol több tudásra tett szert. Ildikó nénivel minden kedden készültünk, és volt az első nap kis előadás, második nap terepgyakorlat, és a harmadik nap az írásbeli. Mindegyiket külön értékelték, a terepgyakorlaton harmadik lettem, és az írásbelin is harmadik lettem, és összességében is harmadik lettem. Birizló Csenge mezőtúron képviselte iskoláját a Kán Károly versenyen. A református egyház külön díja mellett összesítésben a hatodik helyen végzett. Az eredmény értékes, hiszen Csenge előtt csak idősebb gyerekek végeztek. Csenge kiemelte, hogy a verseny nehéz volt, de mindenképpen szeretné újra megmérettetni magát. Sokat kellett rá tanulni, és minden héten leültünk Ildikó nénivel. Az első nap volt a kis előadás, a második nap terepgyakorlat, és a harmadik nap pedig az elméleti forduló. Én az ürgékről tartottam előadást, és az előadásom címe az volt, hogy a fürge ürgék a kecskeri pusztán. Jó érzés volt emberekkel ismerkedni, és sok barátot megismerhetsz, és nagyon jó ott lenni. A diákok elmondták, hogy a versenynek köszönhetően sok barátra tettek szert, és nagyon jól érezték magukat. Új őszi árpafajtát mutatott be hagyományos nyár elejé szakmai napján a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete. A programon a térség gazdálkodói mellett hazai és külföldi kutatási partnerek is részt vettek. Az őszi kalászos nyílt napon új őszi árpafajtát is bemutatott a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete a térség gazdálkodói számára. A megjelenteket dr. Zsembeli József igazgató köszöntötte. Várjuk az érdeklődőket, itt az intézet könyvtártermében fogunk leülni, és hát természetesen ma már a digitális technika lehetővé teszi, hogy azért elég élményszerűen bemutassuk az anyagainkat, akár a növényeket is, készítettünk fotókat, felkészülve az eső napra is, és úgy gondolom, hogy így is azért elég érzékletesen be lehet mutatni a fajtáinkat, most tekintettel az új fajtánkra. És hát aki nagyon vállalkozó szellemű, bátor, az természetesen az itteni benti program után kikísérjük és megnézheti a fajtasorunkat is, ha nem fél attól, hogy sáros lesz. A 10 őszi búza, 5 őszi árpa és 5 tritikálé fajtát Murányi Eszter és Cseke Petra tudományos segédmunkatársak mutatták. Külön szó volt a legújabb őszi árpáról, a KG Nagykunról is, amely a Nébik által vizsgált 3 év átlagban majdnem 1,5%-kal felülmúlta a standard fajták átlag termését, a hektáronként 8,1 tonnát. Ez egy őszi árpa fajta, az új fajtánk nemrég lett elismerve. Ez egy tájfajta, a KG Nagykun névre hallgat. Hát most hagyj jegyezzem meg, hogy a névadó az én voltam. Nem kellett nagyon gondolkozni rajta, nem volt még ilyen nevű fajta. Úgy gondolom, hogy a Nagykunság szívében, a Nagykunság fővárosában ezt a nevet bitorolhatja nyugodtan egy saját fajtánk. Ez egy hadsoros őszi takarmányárpa.
Erről a fajtáról azt kell tudni, hogy a termőképessége kiváló, tehát a standard átlagánál magasabb, 8 tonna fölötti termés átlagra, 8,12 egyébként a hivatalosan megállapított termés átlaga ilyenre képes. Fehérje tartalma 12% fölötti, tehát egy jó minőségről beszélünk. Az árpa betegségekkel szemben mérsékelten rezisztens fajta, amiben viszont kiemelkedik az az állóképessége, tehát a szárszilárdság, illetve a télállósága kitűnő, ami azért a mai változékony időjárási viszonyok miatt nem árt, illetve hát hagyományosan azért a kontinentális, a földi tájban, a kontinentális éghajlat mellett azért kell az árpáknak a télállóság. A hamarosan hazánkban piacra kerülő talaj és növénykondicionáló termékeket is megismerhették a gazdák. Az intézet cseh és szlovák partnerei révén pedig olyan új technológiákról értesülhettek, amelyeket a talaj állapot javítására dolgoztak ki. Megjelent a piacon a magyar málna. A gyümölcs a szélsőséges időjárás miatt közepesen termett, az árak emiatt emelkedtek. Fél óra alatt ennyit lehet leszedni, és körülbelül ez egy kiló. A málnát szüretelik a munkások beregfürdőben. A gyümölcs betakarítása időigényes, mert csak kézzel lehet leszedni az érett szemeket. Nagyon időigényes, óvatos szedést igényel a málna, és ezt már sok helyen, nagy, több hektáros területeknél ezt már nagyon nehezen tudják megoldani, mert gépesíteni ezt nem lehet. A klimatikus viszonyok miatt egyre kevesebb málna terem, ezért több termelő felhagyott a gyümölcs termesztésével, így az drágult. Jelenleg 2-3 ezer forintért mérnek 1 kiló málnát, de nem ritka az 5 ezer forintos ár sem. 5 éve foglalkozunk már a termesztéssel, az idei szezonban egy közepesnél viszonylag jobb termésre számítottunk. Az időjárás sokban befolyásolja a termés minőségét, sokkal szárazabbak, melegebbek a nyarak, ezért ellensúlyoznunk kell öntözéssel mindenképpen. A ára most a piacokon 2000 forinttól felfele mozog, nem ritka az 5000 forintos kilogrammonkénti ár sem, de a magyar málna sokkal ízletesebb, zavatosabb a import társainál. A drágulás ellenére keresett a helyben termesztett málna. A magyar málnát minden évben mindig nagyon keresik. Idén most tudtunk először kihozni, ez frissen szedett, reggel szedik az emberek, így kerül ide a piacra, nagyon keresik. Főleg itt Beregfürdőben vegyes a vásárlóközönség, tehát egyrészt vannak nyaraló tulajdonosok, állandó lakosok, illetve turisták. Mindenki benéz, és mindenki szeretettel fogyasztja. Kisebb-nagyobb kiszerelésben megmérjük, kilós áron árusítjuk. Kovács Imréné csak magyar terméket vásárol, mert szerinte az a legegészségesebb. Már várta, hogy magyar málnát vehessen. A magyar málnának nincs párja sehol, sőt a magyar akár zöldség, akár gyümölcsnek is, úgyhogy inkább legyen minőségre kicsit apróbb szemű, de egészségesebb. Hát én turmixolom is, télire is berakom, az az igazság, hogy a mélyhűtött málna, mikor az ember frissen, vagy kiveszi a hűtőből, és készíti szinte olyan mindent tőle, úgyhogy turmixolom is, de egészséges, úgyhogy én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy amit meg lehet enni ilyenkor, és egészséges, az vitamin, és az ugye az immunrendszert nálunk már a mikorunkban is azért erősíti az immunrendszert, és hát ami a legfontosabb, meg a legjobb, hogy a gyerekeknél is például már 10 hónapos unokám is eszi, és egészséges tőle. A termelők szerint július elejéig tarthat a málna szezon. A gyümölcsára érdemben nem fog változni. A főszezonban is 2000-3000 forint közötti áron vásárolhatunk 1 kiló gyümölcsöt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!